A következő műsor megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ismét nyert Kis Máté, jó estét kívánok! A Szeged Box Club sportolója a februári győzelme után most újra ringbe szállt. A New School Promotion profi ökölvívó gáláján egyhangú pontozással nyert. Hamarosan beszélgetünk a győztessel és edzőjével is, Gál Lászlóval, de most mutatjuk, hogy mi jön a mai adásban. Újabb profi ökölvívó mérkőzésen győzött Kis Máté. A Szeged Box Club sportolója egyhangú pontozással nyert egy rutinos lengyel ellen. 68 egyesület 509 sportolója indult az utánpótlás rövidpályás országos bajnokságon. Soha nem rendeztek még ilyen nagy versenyt a Tiszavirág sportuszodában. 184 éremmel ismét a Szegedi Vízisport Egyesület lett a szezon legeredményesebb klubja. Évet zártak a kajakosok, kenusok és evezősök. Pádár Nikolett jelenleg a legbiztosabb tagja a 4x200-as gyorsváltónak. Így nyilatkozott Sós Csaba, a szövetségi kapitánya a szegedi úszóról az utánpótlás rövidpályás országos bajnokságon. A Tiszavirág sportuszodában újra megrendezték ezt a versenyt, amelyre több mint 500-an neveztek az egész országból. A szegediek összesen 8 érmet nyertek, és a lányoknál Pádár Nikolett lett a legeredményesebb versenyző. Újra Szegeden rendezték az utánpótlás rövidpályás országos bajnokságot. Az első ilyen versenyt is a Tiszavirág sportuszodában tartották, most visszatértek a fiatalok. Mindenki nagyon izgul, nagyon ügyesek, és hát 16 szegedi versenyző is van egyébként az 509 versenyző között. Ekkora versenyt egyébként nem rendeztünk, itt van 68 magyarországi klub. Úgyhogy ilyen szempontból is kuriózum most ez a verseny. Sok vita előzte, meg korábban ilyen nem volt. Tekintve, hogy a magyar úszók általában azok, akik itthon készülnek, rajtokba, fordulókba viszonylag gyengébek a nemzetközi szinthez, ezért volt az a döntés, hogy mi ebbe a korosztályba is megpróbáljuk. A rövidpályás versenyzésre legyen egy olyan országos szintű megmérettetés, ami utána akár a rövidpályás Európa-bajnokságokon vagy világbajnokságokon majd talán használni fog a jó fordulókra való késztetés. Ugye ez egy pontverseny, tehát itt az egyesületüknek pontokat szereznek a versenyzők, nem mindegy, hogy szerepelnek. Talán akkor ebben a őszi szezonban az edzők nagyobb hangsúlyt vagy nagyobb gondot fordítanak a fordulóknak, a rajtoknak a csiszolására. Azt kell mondjam, hogy javul, és egy-ketten már egész kiválóan csinálják, és nem is baj, hogy mire odaérkeznek a felnőtt korba, akkor ne ezzel kelljen bíbelődni. Már oszlopos tagja a felnőtt válogatottnak a 17 éves Pádár Nikolett. A szegedi úszóegylet versenyzője a rövidpályás Európa-bajnokság előtt, ami december 5-én kezdődik, még gyorsan nyert 5 aranyérmet a Tiszavirág sportuszodában. Nagyon jól sikerült előtte az edzőtáborunk, 3 hétig Törökországban voltunk, és erre a versenyre úgy jöttem, hogy így gyorsítok fel az Európa-bajnokságra, és már itt nagyon jó időket úszok, szóval nagyon várom, hogy mi lesz ott. A bukaresti Európa-bajnokságon 100 és 200 méter gyorsan indul, illetve a váltóban. Ebben a korban most van itt az utolsó előttéves ifj, ilyenkor torpannak meg sokan, az ő fejlődése pedig töretlen, egészen ritka az, hogy egyéni csúcsokat úszott a világbajnoksága, majd rá 3 hónap múlva ezt tovább javította. Ugye a budapesti világkupán, ami időt úszott volna, az már 6-ban lett volna a világbajnokságon, és még van onnantól 10, mostantól 8 hónap az olimpiáig, úgyhogy az ő teljesítménye több, mint ígéretes, rendkívüli. A mindössze 17 éves úszó az idei fukuokai világbajnokságon 200 méter gyorsan olimpiai A-szintet úszott, és ezzel már biztosan ott lesz a 2024-es párizsi olimpián. A 4x200 méteres gyorsváltóban pedig a vele egyidős társaival 7. lett. Jelenleg ő a legbiztosabb tagja ennek a 200-as váltónak. Gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy annak már megvan a kvótája, még ez csak február vége lesz hivatalos akkor is. Ő stabil tag, és korán föltűnt azzal, de egyébként a társa, az Ábrahám Minna is most az Egyesült Államokban nagyon jó szólt, és a Molnár Dóra is a felnőtt nagypályás, illetve rövidpályás bajnokságon, meg itt is rengeteg számban láthatólag jól készül és fejlődnek tovább, és várhatólag a Késely Ajnával 4-en, azt gondolom egy ütős váltó lehet.
A fiatal versenyző egyébként a rövidpályás úszó országos bajnokságon 100 vegyesen is elindult, és szintén nyert. Erre csak úgy belevezett engem a Gege, hogy ne csak gyorsat ússzak, és nagyon jól sikerült. Tavaly második lettem, idén első. Az időm is nagyon jó, és jól éreztem magam. A szegedi klub versenyzőjeként ott volt az országos bajnokságon Szili Török Flóra is, aki Hollandiában született, és mindössze 3 hónapja él Magyarországon. Anyukám magyarul tanított kiskorom óta, és ezért így végig otthon is magyarul beszéltünk. Most meg itt egyre jobban megy, hogy hazaköltöztünk. Sokszor jöttünk ide nyáron, és mindig nagyon élveztem itt az életet, és hát az elején nehéz volt ott adni a barátokat, de most már hozzászoktam, és itt is nagyon jó a társaság, és nagyon szeretek itt Szegeden. Flóra 50 és 100 méter mellen ezüst és bronzérmet nyert. Az elején nagyon nem szerettem úszni, mindig sírtam a vízben, de most utána egyszer csak így valami bekattant, és megszerettem, és azóta csak folyamatosan az úszás megy. A 100 mell az, én próbálom szinte ugyanúgy leúszni, a 105-t is úgy kezdem, hogy az 50-et maximálisan elkezdem, és majd végig próbálom úszni ugyanabban a tempóban. És tényleg nagyon örülök mindkét éremnek. Ezüstérmes lett 28-21-jel férfi 50 méteres mellúszásban a Dorian Kende. Csak azon lepődtem meg, hogy a mezőny az nagyon szoros volt. 1 századon múlt, hogy megnyerjem az egészet, de ennek is nagyon örülök, mert ez egy egyéni csúcs, és nagyon jó időnek gondolom. Ez egy nagyon kényes szám, itt figyelni kell mindenre, itt tökéletes kell legyen a rajt, a lehúzások, a forduló, a mell lehúzások meg sokkal gyorsabbak, nem kell annyit siklani. Csak végig kell küzdeni az egészet, igazából olyan szempontból nem nehéz, mert csak 50 méter, nem kell taktikázni. A szegedi úszóegylet fiatal versenyzője egyébként nem tudott zökkenőmentesen készülni, mivel betegség és sérülés is közbejött. Nekem ez kifejezetten rossz, én nagyon utálok kihagyás után újra úszni, mert körülbelül ilyen 2 hétig egyáltalán nem megy. Aztán így nagyjából visszajövök, és ez nehéz fizikailag is, és mentálisan is. Akármerre körülnéztem, itt csak mosolygós, boldog arcokkal találkoztam a gyerekek részéről, nagyon élvezték ezt, nagyon bejön ez a 3 döntő a külön korosztályoknak. Hát a nagy medencés bajnokságokon sokkal több lógó arccal távozó úszót láttam, itt lehet, hogy a karácsony közeledésének is köszönhető, de innét mindenki tényleg boldogan megy el. Idén a Tiszavirág sportuszodában összesen 68 egyesülettől 509 versenyző indult az utánpótlás rövidpályás országos bajnokságon. Minden versenyszámon belül 3 kategóriában osztottak érmeket, gyerek, serdülői és ifjúsági. Általában mindenki általános iskolás korában még nagyon ráér jól úszni, és aztán egy pára még középiskolába is, és tulajdonképpen a munka nagy részét azt ebbe az életkorban a gyerekek elvégzik ahhoz, hogy jók legyenek, úgyhogy a magyar utánpótlás úszás mindig is jó volt, meg jó is lesz ezután is, elsősorban ebből adódóan. A lányoknál a legeredményesebb versenyző Pádár Nikolett lett. A szegediek legnagyobb tehetsége az országos bajnokság után másnap már Romániába utazott, hiszen december 5-től indul Bukarestben a rövidpályás Európa-bajnokság. Idei 2. győzelmét szerezte meg a Szeged Box Club sportolója a New School Promotion Profi ökölvívó gáláján. Vendégem Kis Máté és Gál László. Na, mennyi ideig tart, először is, igen, köszöntelek titeket, és gratulálok mind a kettőtöknek. Mennyi ideig tart egy ilyen meccs után, amíg ez lecseng bennetek? Máté, kezdjük veled, igen. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Azért még frissek az élmények, azért még le kell ülepednie, most lehetett már 48 óra lassan, azért most már kezdem felfogni, hogy vége van, túl vagyunk rajta, érzem itt ott egy picit fáj, azért megy ki az adrenalin, de szerintem még kell egy pár nap, amire amúgy visszarázódok a hétköznapi mindennapokra, hiszen ez volt most a fő, minden reggel úgy keltem fel, hogy akkor most lesz egy mérkőzésem, erre készülök, ez volt a prioritás. Aztán utána ez most így vége szokott, pozitívan, és most újra kell majd egy motivációt, de remélem, hogy hamarosan újra megkapom ezt a lehetőséget, meg egy időpontot, és utána újra harcba szállhatok. Tudsz egyébként meccs után aludni?
Épp a Lacival beszéltük, hogy 2 órát aludtam szombaton, mikor hazaértünk, utána végig toltam a napot, meg nem győztem telefonálgatni, meg ugye visszaírogatni a barátoknak, ismerősöknek, és akkor a vasárnapi napon egy olyan 4,5 órát sikerült, hogy nem mondanám magam kipihentnek, de boldog vagyok, és ez most ami legjobban számít. Te tudtál-e aludni? Én tudtam aludni, mert biztos voltam a Máté győzelmében, és gyakorlatilag az történt, amit megbeszéltünk, terveztünk. Bár persze titokba számítottam arra, hogy esetleg be tudja fejezni idő előtt a mérkőzés, de teljesen nyugodt tudtam maradni a mérkőzés végéig, meg a mérkőzés alatt. Végig egyébként az történt, amire számítottatok? Tehát hogy alakult a taktika? Nagyjából az történt, ugye láttuk, hogy tehát mindig olyan ellenfelet próbálunk választani, hogyha ha lehet, aki egy kicsit azért nyomás alá tudja Mátét helyezni, és kihívás. Egy az, hogy a közönség is tudjon szórakozni, a másik az, hogy a szakmailag is a fejlődést azt vissza tudjuk csekkolni. Ezért gyakorlatilag mi választottuk őt, hogy hiába volt 40 éves, ez egy nagyon, nagyon tapasztalt és egy nagyon szívós, nehéz ellenfél volt. Mi az, amiben mondjuk visszaköszönt az ő rutinja? Hát a menetszámok alapján azért látszott, hogy nem lövi ki magát az első 3 menetben, és jókor fogott, jókor mozgott, jókor ütött, tényleg egy rutinos róka volt. Az első 2 menet után is taktikát kellett váltanunk, hiszen előtte 2-es fedezékkel védtem az ütéseit, aztán a szünetben megkérdezte Laci, hogy mennyire erős az ütés, hát mondom, nagyon, nagyon erős, úgyhogy nem vagyunk bolondok, nem ütetjük magunkat hiába, és elkezdtem lábon mozogni, de azt gondolom, ezt is sikeresen végrehajtottam, és gyors adaptálódtam itt a munkához, és sikerült győzedelmeskedni. Ugye 8 menetes volt, és az előbb egyébként itt beszéltünk a percekről, hogy egy beszélgetésben mennyit jelent 3 perc, és akkor mondtad, hogy egy 8. menetben azért a 3 perc az már hosszú. Hol volt egyébként, vagy volt-e holdpont? Szokták mondani, hogy jó kondicionális állapottal rendelkezem. Most is úgy éreztem, hogy úgy megyek fel a ringbe, és az első 3-4 menetig nem is volt gond, de annyira bezavart ez a koncentráció, és folyamatos figyelés, hogy éreztem, hogy azért most már a kondim nem az igazi, úgyhogy azt gondolnám a válaszod, vagy a kérdésre a válaszod, hogy olyan 4. menettől éreztem egy kis holdpontot, aztán ugye 6. környékén is, meg a végén, a legvége az utolsó percben, de akartam győzni, és mentem előre, mondom, ezt kilőjük magamból, amink van. Te egyébként a 4. meg a 6. menetnél, tehát a 2 menet között ott a szünetben, ilyenkor mit mondtál neki? Emlékszel rá? Hát igazán ugye azokban szoktam megerősíteni, amiket jól csinál, aztán az esetlegesen hogy milyen ütéseket hova próbáljon meg, hogy próbáljon védekezni, hogy mozogjon el, hogy támadjon vissza, milyen ütéseket alkalmazom, melyik amire, ami esetleg úgy látom, hogy eladható lesz, vagy látom, hogy kezd a keze leesni, akkor már lehet próbálni fejen ütni, de nagyon jó védekezett, és tényleg nagyon, nagyon tapasztalt boxoló volt. Látszott, amikor bekapott ütéseket, azok sem nem rendítették, vagy nem zökkentették ki, úgymond a normális, nem is tudom, hogy normális viselkedéséből, vagy a komfortzónájából nem jött ki akkor sem, amikor azért a Máté oda verdesett neki. Mondtad az előbb, hogy nagyon jól védekezett. Hogy lehet ezt egy kicsit kibontani? Hogy lehet kibontani? Hát ő ugye úgy helyezkedik, és úgy tartja a távolságot, amiből veszélyes tud lenni, és ebből a távolságból indított ütéseket jól védi, és ezekből azért vissza is tud ütni. Tehát ugye sokszor azt szokták mondani, a legjobb védekezés a támadás, tehát azért veszélyes volt. Tehát azért nem lehetett akárhogyan megtámadni, meg nem lehetett akármilyen ütéseket megpróbálni ellene, mert bizonyos ütésekre azért megvoltak a durva válaszai, hogy úgy mondjam, és ugye ezért nagyon figyelni kellett Máténak, hogy amikor indítja azokat az ütéseket, akkor nehogy baj legyen.
Te mit éreztél közben? Ugye mondtad, hogy nagyon erőseket ütt, tehát hogy közben taktikát is változtattatok, hogy fölényben vagy-e, vagy mennyire szoros ez a meccs? Éreztem a fölényt, de tudatosan a második menettől kezdtem a fogásokat gyakorolni, amiket már ugye edzésen is begyakoroltunk, meg próbáltam megtördelni a bunyóját, hiszen látszott az is, hogy ütöttem egy kombinációt, néha talált, de nagyon nem rendítette meg, és ugyanúgy tudott választ adni. Volt egy jó, igen, jó reakciója volt, és próbáltam ezeket megtördelni, és szépen fogni, beforgatni, vagy éppen válla egy kicsit ellökni, és kibillenteni az egyensúlyából. Azon a taktikát elég jól végrehajtottam, és szerintem eredményes is volt. Lehet, hogy nem volt az évszázad szép boxmeccse, de azt gondolom, hogy eredményes volt és hatásos, és ezért is fogtam annyit, hogy igenis az én akaratom érvényesüljön. Az ő arcán egyébként mit láttál ott a hetedik menet környékén, ahogy a kommentátorokat hallgattam, ők azt mondták, ők úgy látták, hogy már nem annyira őszinte a mosolya az ellenfelednek. Te mit láttál rajta? Próbált igen, a pszichikai terror minden formájával rámzódítani. Miket csinált? Hát egy kis bólogatás, vagy egy kis fejrázás, hogy ez nem volt semmi, nem volt erős, ez egy kis nonverbális kommunikáció, meg egy kis terror, de a végén az én akaratom érvényesült, és ez a fontos, meg nem zökkentem ki. Igazad nekem az volt a furcsa, hogy 8 menet volt, ugye ez 24 perc, és folyamatosan koncentráltam. Ilyen mérkőzésem még nem is volt, ahol ennyit kellett koncentrálnom, hogy ne üssenek le, vagy éppen nehogy elcsúszok azon a bizonyos ringen. És ez nagyon kivette a kondicionális állapotomat is, meg fejből is egy kicsit megfáradtam, de azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, hogy tényleg nagy sikereket tudjak majd elérni, ha Isten is úgy akarja, és tényleg ebből táplálkozunk. Ilyenkor, amikor van ugye 8-3 perc, ha jól mondom, fizikailag vagy mentálisan fárad el jobban az ember? Ahogy mondtad, hogy mennyire kellett koncentrálni végig. A fizikális résznél mindig 110%-ot nyújtok, nem bírok úgy lefeküdni, aludni, vagy mérkőzésre készülni, nem végeztem el mindent. A mentális állapot azért egy kicsit más, sok mindentől függ, éppen hogy ébredsz fel, éppen milyen a viszonyod, éppen ez sok mindentől függ, tényleg a mentális, bár próbálom az én idézőjelben doppingom a pozitív gondolatoknak a megszerzése, és ez az igény, ez engem nagyon motivál. Most is próbáltam, de azért eléggé demoralizáló az, amikor végrehajtom a feladatot, illetve az utasításokat, és nem nagyon hatékony, akkor egy kicsit ez visszább tud vetni a fizikai állapotomon, de azt gondolom, hogy ez is egy építő jellegű mérkőzés volt, és ha majd találkozok ilyen hasonló ellenféllel, akkor ezeket majd tudom elővenni az a bizonyos fiókokból. Talárekkel ugye az ellenfeleddel egyébként, ti beszéltetek-e után, a meccs után? Hát oda jött a ringsarokba, és odahajolt hozzám, és mondta, hogy nagyon jó erőállapotban volt a Máté, vagyis hogy erős volt, és hogy gratulál hozzá, hogy jó boxoló. Tehát igazán egy igazi sportember volt, természetesen a mérkőzés közben megtett mindent a győzelemért, próbálta a Mátét kizökkenteni, ugye ezekkel a lepörög rólam, akármit csinálsz, de azért megviselte. A végén azért elismerte, hogy rendben volt minden. Ja, a beszélgetés elején említettétek, hogy reméljétek, hogy lesz még lehetőség. Van egyébként valami a közeli vagy távoli jövőben, amire lehet készülni? Igen, ígéretet kaptam a New School Promotion-től, szóbeli ígéretet, de remélem, hogy tartják a szabukat, és márciusban egy IBO címmérkőzésen megvédhetem az övemet, amit már egyszer agyon megszereztem. Úgyhogy nagyon pozitív vagyok, és nagyon bizakodó is, hogy ez sikerüljön, mert sok minden befolyásoló tényező van, hogy ezt a rendezvényt megrendezzék, de remélem, hogy most sikerül, és a márciusból nem április, hanem március lesz. Hát én is remélem, előtte még ünnepeljetek egyet, meg aztán a karácsonyt is, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük szépen, kellemes ünnepeket.
évet értékeltek a szegedi kajakosok és kenusok, illetve evezősök. Volt mit ünnepelniük, hiszen a Szegedi Vízisport Egyesület versenyzői 2023-ban országos és nemzetközi versenyeken összesen 184 érmet szereztek. Emellett egymás után harmadik alkalommal megnyerték a Magyar Kajakkenu Szövetség tagszervezetei közötti bajnoki pontversenyt. Hogy ezúttal nem lehetünk ott veletek a Szegedi évzáron, de hogy ti is, mi is elkezdtük az felkészülést a jövő évre, és ezúttal szeretnénk nektek is gratulálni az elég sikereitekhez. Így köszöntötte Nádas Bence a Szegedi Vízisport Egyesület évad zárójának résztvevőit. A világbajnok sportoló már Sevillában edzőtáborozik, ezért nem lehetett ott személyesen az eseményen. Az egyesület igen jó évet zárt, hiszen többek között ismét megnyerték a Magyar Kajakkenu Szövetség tagszervezetei közötti bajnoki pontversenyt, nem is akármilyen fölénnyel. Azt kell mondjam, hogy miután ebben az évben nem csak, hogy megnyerte az egyesület a kajakkenu pontversenyt, hanem gyakorlatilag két várra fektettétek az összes többi ellenfelet, megint nem tudok más csinálni, mint hogy megköszönjem és gratuláljak nektek ezekhez a fantasztikus eredményekhez, és én is kiprovokáljak mindenkinek egy óriási tapsot most itt. Bajnokokat nevelünk, mondja a szlogenünk, és valóban azt gondoljuk, hogy a bajnok fogalom alatt nagyon sok mindent értünk, és ennek a szellemiségnek megfelelően mondhatjuk azt, hogy nagyon kemény munkával, akarattal, kreativitással ez a csapat, ez a közösség nagyon komoly eredményeket ért el. Az egyesületnek tehát jól sikerült 2023, azonban nem minden versenyző volt elégedett ezzel az évben. Például az olimpiai kvótát szerző Európa-bajnok kenus Nagy Bianka sem. Elégedetlen vagyok, és azért is született olyan döntés itt az év végén, ami megszületett, ugye én most párt váltottam. Próbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy a legjobb eredményt érhessem el a párizsi olimpián. Jelenleg ugye az a legnagyobb feladat, hogy kijussak oda, de úgy gondolom, hogy ezt a döntést mindenképp meg kellett hozni annak érdekében, hogy sikeresen tudjak versenyezni a jövő évben. Úgyhogy most elégedetlen vagyok, de jövőre szeretnék egy olyan interjút adni, amiben azt mondhatom, hogy elégedett vagyok maximálisan. Bianka esélyes arra, hogy ott legyen a jövő évi párizsi olimpián, de addig még hosszú út áll előtte. Hú, nehéz, göröngyös és bizonytalan, így tudnám jellemezni egyelőre, de nagyon céltudatos vagyok, sőt, jobban, mint valaha, én úgy gondolom. Úgyhogy nem félek a feladattól, bele fogok állni, aztán majd az élet eldönti, hogy kell ennek lennie. A világ kajakkenu sportjában minden bizonnyal egyedülálló, hogy valaki hat ifi VB címet szerezzen. Ez azonban a Szegedi Egyesület kenusának, Kis Ágnesnek sikerült. Nagyon elégedett vagyok, maximálisan mindent sikerült megvalósítanom, amit kitűztem magam elé, sőt, még sikerült túl is szárnyalnom, szóval ez eddig a legsikeresebb évem. Mivel sikerült túl szárnyalnom? Hát nem számítottam például az Európa játékokon, hogy bronzérmet tudok szerezni. A 12 éves kis Boróka 3 éve versenyez, és próbál az elődök nyomában járni. Addig egészen jó eredménnyel versenyzek, általában első szoktam menni a versenyeken. Melyik volt a legutolsó verseny? A magyar bajnokság volt az utolsó versenyem, és első helyezést értem el. Az is kiderült, hogy a fiatal versenyzőnek ki a példaképe. Kis Ági az én példaképem, nagyon jól kenuzik, és én is olyan eredményeket szeretnék elérni, mint ő. Mi kell ahhoz, hogy ezt elérni? Sok edzés és támogatás. Ez nagyon jól esik, nagyon jó érzés, úgyhogy mások is értékelik a munkát, amit elvégzek, és hogy példaképként tekintenek, és remélem méltó példaképe lehetek. És ki a te példaképed? Nekem Kononis György a példaképem, mert megmutatta, hogy alázattal és kitartó munkával el lehet jutni a csúcsra. Azonban nem csak a kajakosoknak és a kenusoknak volt jó évük idén. Elmondható, hogy olyan eredmény is született 2023-ban az 1870-ben alapított egyesületnek az evezős részében, amely egyedülálló, hiszen a férfi egypár evezőst még soha nem nyerte meg. Szegedi evezős Kunstár Simonnak sikerült ez a fajta teljesítmény, ezért külön-külön gratulálunk. És Kunstár Simon nem csak a hazai vizeken, hanem a nemzetközi vizeken is kifejezetten jól
teljesített, hiszen az ifjúsági Európa-bajnokságon az olimpiai számban 4-esben harmadik helyezést ért el, a világbajnokságon pedig 6-an. Minden bizonnyal ennek az eredménynek köszönhető, hogy idén a Sós István díjat Kunstár Simon kapta meg. Amire a legbüszkébb vagyok, hogy nagyon jó csapatmunka zajlik a klubnál, és azt gondolom, hogy ez lehet a záloga annak, hogy minden évben tudunk egy picit előrébb lépni, egy picit jobb eredményességet hozni, úgyhogy büszke vagyok erre a csapatra, nagyon szépen dolgoznak, nagyon jó az összetartás bennük, és nagyon jó az a kohézió, az a munka, az az egymás segítő, építkező munka, amit végeznek. Kinek vagy a legelégedettebb? Lehet-e kiemelni valakit? Természetesen mindig azt kell kiemelni, aki az egésznek az irányítő, a motorja, ő pedig Sík Marci. Úgyhogy azt gondolom, hogy most nagyon jó kezekben van a szakmai irányítás, és most már nem csak a szakmai, hanem igazgatóként az egész egyesületnek az irányítása. Marci az, aki a fiatalos lendületével, a nagyon komoly precizitásával, odafigyelésével és munkabírásával a gyakorlatilag valóban a motorja ennek a munkának. Az évad záron külön-külön színpadra hívták az idén valamilyen versenyen dobogóra álló versenyzőket, és ajándékokkal köszöntötték őket. A klub sportolói idén összesen 184 érmet nyertek. 3 másodperce múlt Olasz Anna VB szereplése. Ő lett a harmadik legjobb magyar a nyíltvízi úszók világkupáján. A hétvégi bajnokikon pedig nyert a Grosics és a Szedeák is. Rövid híreink jönnek. 3 másodpercen múlt, 3. lett Olasz Anna a magyarok közül a nyíltvízi úszók világkupáján. A szegedi úszóegylet versenyzője így pedig nem indulhat a dohai világbajnokságon, ami azért fontos, mert direkt olimpiai kvótát már csak ott osztanak. A portugáliai versenyen a 10 kilométeres táv felénél már látszódott, hogy a magyar versenyzők közül 3 esélyesek a VB részvételre. Olasz Anna, Szimcsák Mira és a Fradi szegedi úszója Fábián Bettina. Utóbbi az utolsó körben robbantott, 16 másodperces hátrány dolgozott le, és ért be másodikként a célba. A maradék egy hely így Anna és Mira között dőlt el. A budapesti versenyző mindössze 3 másodperccel a szegedi előtt ért be, így Szimcsák utazik a dohai VB-re. Augusztus óta veretlen a Szeged család Grosics Akadémia labdarúgó MB2-ben. Alekszandr Stevanovics együttese legutóbb pedig 1-0-ra nyert a Pécs ellen a Szent Gellért fórumban. A kék-fekete mezes hazaiaktól Gajdos Zsolt a 10. percben büntetőből szerzett gólt. A vezetőedző szerint ez a győzelem fontos volt ahhoz, hogy lépést tartsanak az élmezőnnyel. A Grosics jelenleg a tabella 5. helyén áll 30 ponttal, mindössze 2 ponttal lemaradva a 3. Vasastól. Két vereség után újra győzött az STS Szedeák. A Szeged 105-90-re nyert Kaposváron. Nikola Lazic, a szegediek vezetőedzője szerint jól kezdett a csapat és kontrollálták a meccset. A vendégcsapat már az első negyedben elhúzott, és a félidőben pedig 16 ponttal 56-40-re vezettek. A Szedeák több mint 10 pontos előnyét a meccs végéig megtartotta, és győzött a Kaposvár ellen. Nézőink, ennyi fért bele mai műsorunkba. Az adást visszanézhetik Facebook oldalunkon, ahol naponta jelentkezünk friss tartalmakkal is. Tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!